szurkoljanak, ne csak nekik, hanem a mezőny valamennyi indulójának. 208-as rajtszámmal tehát Kocsis Imre és Bakos István Citroen C2 R2 Max-szal érkezett ide hozzánk. Gyönyörű szép szürke BMW 210-es rajtszámmal Ollé Tamás 2021-ben a Szilveszter Rallyn indult először. Kedvenc autója mi más lehetne is, mint a BMW. 2022-ben a Rally 2-ben a BMW Kupa második helyezettje lett. Javil 111-es rajtszámmal egy Lada 2107-es érkezik hozzánk. Jóna Gábor a kormány mögött és Karam Balázs a navigátorszékben. Mi a véleményük a győri pályákról, a győri versenyről? Bizonyára már izgatottan várják ők is, hogy behessenek a versenypályákon. Zoltán, hogy néhány szóban köszöntsed a résztvevőket. Igen, nagyon szépen köszönöm a szót, és tényleg nagyon röviden. Először megcsináljuk az oly fontos képeket. Pontosan tudja a közönség, hogy amit nem posztoltál, az igazából meg sem történt. A következő fog történni itt a rajt és céldobogón. Ezt a rally táblát a négy égtáj felé föl fogjuk mutatni, hogy mindenhonnan elkészíthessék a kollégák a képet, utána pedig kvázi hivatalosan is megnyitjuk a rallyt. Tehát most fotózkodunk. Tapasztalunk Győr részéről. Köszönjük szépen, igyekszünk jó vendégek módjára viselkedni a városban és a környéken, és arra kérek minden igazi rallyrajongót, hogy nagyon figyeljen magára, vigyázzunk egymásra, és tartsák be az írott, illetve az íratlan szabályokat, hogy tényleg egy jó hétvégénk, egy jó verseny hétvégénk lehessen. Köszönjük szépen, hogy több mint 3 évtized után az első osztályú rally mezőnye visszatérhetett Győr városába. Köszönjük Győr, és hamarosan jön az első osztály. Köszönjük szépen!
mert nem érünk végig soha, tudod. Nagyon sok sikerült. Lássuk, kérdés közönség, ki az a Ferenc Feri Népszínpadból? Versenyzőpáros pedig egy Ford Fiesta R5-ös fedélzetén, Bodolai László és Deák Attila. Bodolai Laci 2022-ben az abszolút 12. helyen végzett a bajnokságban. Ő is nagyon régóta versenyez már. A rally rajongók előtt nem ismeretlen a neve. Ki az, akire a legbüszkébb vagy a rallis pályafutásod során? Hármas rajtszámmal tehát Bodolai László és Deák Attila. Tizenötös rajtszámmal érkezik hozzánk, szintén egy helyi helybéli versenyző,
mégpedig a kormány mögött Csevili, aki idén nem indul a volt Csevili, és a Virág Tomi keresztapja, mint ahogy azt nem tudtuk az idénkiekben. Az országos bajnokságban volt már második helyezett, Szilveszter Rallin is nagyon szép eredményeket értél el. De mi a véleményed a tök jó barátságot ápolunk, úgyhogy most így jó lesz így visszatérni egy kicsit ilyen lazább menete, hogy ő se életre halálra akar menni, de azért nagyon komolyan veszük a versenyt, meg hát így, hogy ilyen millióbe tudunk versenyezni, le a kalapa, hogy ennyien kijöttek, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon sok sikert kívánok akkor nektek. 15-ös rajtszámmal tehát Csevili és Nagy Attila. Hát mondta a Robit, szerintem a rally rajongóknak olyan nagyon nem kell bemutatni. Annyit azonban mindenképp érdemes tudni róla, hogy rengeteg versenyen indult, nagyon sok versenyen volt, abszolút második, harmadik, nagyon sok eredménye van, viszont ami most a Győr Rally kapcsán rendkívül fontos, hogy autózni fognak, de mire készülsz, Robi, hogy ne szólj bele a bajnokság állásába? Én arra készültem, hogy egy nagyon jó szájízűt autózzak, kényeztessem a nézőket és magunkat. De tegnap egy kicsit közbeszólt a technika, hiszen most először a 3 év alatt a teszten történt egy technikai probléma, fölrobbant a váltó az autóba, és sajnos nincsen ugyanolyan váltónk, ami kellene bele. Úgyhogy most egy ilyen ideiglenes szett van benne, remélem, hogy tudunk holnap menni, egyáltalán még az is kérdés. Úgyhogy egyelőre nem vagyok túl vidám, nagyon szerettem volna látványosan menni. A bajnokságban eddig se szóltam bele, hiszen mindig kiállok a cél előtt, akár a hanyadik helyen is vagyunk. Hát most lehet, hogy nem azért kell kiállnom, mert nagyon elő leszünk, hanem azért, mert lehet, hogy az autó nem fog engedni, hogy menjek. Én akkor azt kívánom nektek, hogy a cél előtt egy pár méterrel kelljen kiállni, hogy meg tud mutatni azt a hatalmas vezetési tudásodat, amivel rendelkezel itt a győrieknek, mert hogy ők még nem igazán láttak benneteket, de nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok, és remélem, hogy holnap után látunk benneteket a pályákon. Nagyon köszönjük, mi is bízunk bennetek. Köszönjük szépen! Hadd halljam a bútor Robi rajongókat! Talán az segíteni fog, hogy holnapra összeálljon az autó, és tudjanak majd intulni. Bútor Robert és Tagai Robert! Rajtszámmal a Toyota Yaris-szal érkezik hozzánk Bacsa Tamás és Hanyik Gergely. Bacsa Tamásnak Sikert Gergőt, hogy annál a Yaris szinten a versenyzés 2017-től nyugodatlanosítottan indult, 2021-től a Saldóra jelentkezik, hogy a mostani autó egy fejlesztés alatt álló autó, mert az a cél, hogy maradjunk a kipa is induljon. Autóról már mindent tudunk, de nektek mi a célotok ezen a tényleg? Milyenek a pályák? A Rábaringen jártál többször, azt tudom, amatőr versenyeken, a többi pályához mit szólsz? Hát gyakorlatilag mentem már mindegyik pályán, jó valamelyiken majdnem 30 éve, de hát nagyon tempósak, tehát emiatt pont oda is kell nagyon figyelni rá, nekem tetszenek ez a feladat. Sok sikert kívánok hozzá! 19-es rajtszámmal tehát Matics Misi és Zajda Viktória.